a pesti alsórakpart egy részének lezárása, de vannak képviselők, akik szerint az egész területet át kellene adni a gyalogos forgalomnak, sőt a dugódíj bevetése is aktuális lenne szerintük. A nyár és a tervezett útfelújítások még nagyobb káoszt vetítenek előre, de vajon meddig és mit bírnak még eltűrni azok, akik nap mint nap autóval szeretnének közlekedni a városban, vagy akiknek a munkájukhoz elengedhetetlen, hogy autóval közlekedjenek. Vendégem a stúdióban Zsapka Zsolt, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke. Üdvözöllek, Zsolt! Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat! Mielőtt beszélgetnénk az aktualitásokról, és talán egy picit a múltba is visszatekintünk, hiszen elindítottatok egy olyan közvéleménykutatást, egy olyan petíciót, amelyben pontosan a rakpart lezárásával kapcsolatosan kérdeztétek meg a véleményeket. Metál Zoltánt szólítanám meg, aki az Országos Taxis Szövetség elnöke. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, kezdjük sokkal, és köszöntöm a Zsoltot is, a elnök urat és a rádió hallgatóit. A legfontosabb kérdés talán, hogy miről tud beszámolni, mi a helyzet most Budapest útjain. Ugye folyamatosan közlekednek nap mint nap, akár ön, akár a szakmabeliek megosztják a tapasztalatokat. Hát meglepőt nem fogok mondani, nem változott semmi, sőt egyre rosszabb a helyzet. Azt gondolták sokan, hogy ha lassan vége lesz a tanévnek, elindulnak a diákok különböző kirándulásokra, akkor majd valamilyen módon mérséklődik az a iszonyatos dugó, ami érzékelhető hetek, hónapok óta a városban, nem így történt, hiszen a folyamatos felújítások, és még csak a kezdetén vagyunk, hát olyan módon befolyásolják a forgalmi dugóknak a kialakulását, a közúti forgalmat, hogy hát percről percre változik a helyzet, újabb és újabb dugók. Hogyha egy olyan műszaki problémás autó esetleg valahol bealakad a kereszteződésbe, vagy valamelyik forgalmisába, akkor pedig hát ez csak gyűrűzik, és generál egy következő és következő dugót. Ugye útfelújítások és különböző lezárások eddig is voltak a város életében. Mi lehet a különbség? A szervezettség hiánya, vagy mi az, ami ekkora problémát okozhat ön szerint? Hát őszintén megmondom, hogy mindig voltak a városban felújítások, tehát hozzászoktunk az elmúlt akár 10-20 évbe. Mégis most már azért van valami összehasonlítási alapunk arról, hogy annak idején biztos emlékeznek a rádióhallgatók, hogy amikor a Margit hidat lezárta a város, kénytelen volt, mert felújították, ott azért az utolsó pillanatig biztosították azoknak a járműveknek az áthaladását, akik kénytelenek voltak a hidat használni. Tehát a közösségi közlekedési eszközökről beszélek, a taxikról, jó ideig használhatták ezeket az utakat, vagy olyan szakaszokon, ha felbontás vagy felújítást terveztek, akkor előzetesen azért felmérték, hogy mire van lehetősége a városnak, milyen módon tudják csillapítani ezeket a dugókat. Tehát volt egy prevenció, egy megelőzés, egy felmérés, egy egyeztetés. Ha nem is minden egyes pillanatában láttunk bele ezeknek a felújításoknak, azért mindig előre tudtuk, felkészültek ezek a szakmák, ezek a szolgáltatók, hogy mire lehet számítani. Hát a legutóbbit biztos arra is emlékeznek, amikor az újpalotai felüljárót lezárták egy húzamosabb időre. Ott is kénytelenek voltak alternatív megoldásokat keresni és találni az autósok, a taxisok is, de ezekre fel tudtunk készülni. De arra a problémára, amit most tulajdonképpen a napokban hallottam a főpolgármester úrnak, a kabinett főnökének a nyilatkozatát, hogy hát majd ezeket a forgalmakat a Balcsi-Glinszki útra fogja átterelni. Hát én azt gondolom, hogy aki ismeri a Balcsi-Glinszki útnak, a Kiskörútnak ezt a szakaszát, hogy mire képes további forgalmat már ezekre a szakaszokra nem lehet ráterhelni. Tehát egy olyan szakasz szeretnének elvonni az autósoktól, aminek nincs alternatívája. Tehát az a probléma, hogy nem tud a forgalom más fele haladni, csak abban az észak-déli irányba, és hogyha ezt a forgalmat bárki bármilyen módon áttereli bárhova, akkor azokon a szakaszokon, akár a belvárosban, akár a Belbuda környezetében hatalmas környezetkárosítást és szennyezést fognak ezek az autók végezni.
Igen, és ugye ez azért fontos, ez a fajta észrevétel, mert hogy különböző előre tervezett, bár ugye nem megosztott részleteket, nem megosztott lépések pont azért jönnek létre, vagy jönnének létre, mármint ugye a főpolgármester beszámolója szerint, mert hogy a város levegő tisztasága szempontjából szeretnének ugye környezetvédelmi lépéseket tenni. Miről lehet beszámolni? Vannak időszakok, idények a nap folyamán, amikor azért megnől a forgalom, és akkor ez a városban is érezhető, és gyakorlatilag ezekkel lehet számolni, mint ahogy ez egyébként régen volt, hogy akár ugye a munkába indulás, akár a munkából hazamenetel, vagy akár ugye az iskola kezdete, iskola vége, vagy pedig ez most már annyira kiszámíthatatlanná válik, hogy gyakorlatilag nem lehet tervezni. Hát vannak a csúcsidők, a klasszikus csúcsidők, ezek kitolódtak, tehát ma már azt lehet mondani, hogy reggel 7-től 10-11-ig, délelőtt 10-11-ig, aztán utána délután 3 órától körülbelül este 7-8-ig folyamatos a dugó a városba, viszont most már azt sem mondható, hogy a csúcsidőn kívüli időszakokra nem jellemző. Tehát pontosan ezeknek a szakaszoknak az elvonása mérhetetlenül nagy károkat okoznak, és amiket korábban említettem, hogy ettől függetlenül is alakulhatnak ki dugók, hogyha ha egy kapavágás nem történik a városba, mert meghibásodott jármű balesetek mindig adódnak, és mindig lesznek, ezekre nem lehet számítani. Azért óvatosan beidéznék ide egy adatot. 2010-ben 1.900.000 jármű volt Magyarországon forgalomba, 12 év alatt 4 millióra emelkedett a járműveknek a száma. És ennek a nagy része a fővárosban és az agglomerációban található. Tehát annyival nem növekedtek és nem bővültek az úthálózatok, mint amennyivel közel 40%-kal, tehát 38%-kal emelkedett a gépjárvány. Ez egy óriási szám. Én azt várom különben, hogy a következő egy-két héten belül valamilyen egyeztetés helyén számítok, ahova a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint azoknak a szervezeteknek, civil szervezeteknek a részvételére is számít a főváros, akik azért meghatározó gépjárművel, vagy akár gyalog, vagy akár biciklisekkel. Tehát nem a biciklisekkel és nem az egyéb alternatív járműveknek a vezetőjével van nekünk problémánk. Nagyon sok olyan szakasz van a városban, ahol békésen elférnek egymás mellett, anélkül, hogy külön sávokat biztosítana a város számukra. Én azt gondolom, ez inkább egy ilyen kicsit egy üzenet, egy ilyen politikai jellegű felhang, aminek mi isztuk meg a levegyet, illetve a város. A város mindenkié, és nem kell semmit visszaadni a városnak, hiszen a várost használják gyalog, biciklivel, kerékpárral, rollerrel, riksakulival, autóval, teherautóval, busszal a város lakói, és tulajdonképpen mindenkire kell gondolni, nem csak egy bizonyos rétegre, én azt gondolom. És ugye abba is gondoljunk azért bele, hogy mondjuk akár biciklivel közlekedve, vagy akár gyalogosan is betérünk mondjuk egy pékségbe, vagy egy kávézóba, ahol elvárjuk azt, hogy friss pékáru legyen, vagy frissen készült dolgokat kapjunk, vagy a zöldségesnél friss legyen a zöldség, és az pedig másként nem fog oda jutni, mint hogy ugye azok, akik ebből élnek, gyakorlatilag a szállítás tekintetében ők oda viszik az autókkal, a teherautókkal, tehát hogy ilyen tekintetben is azért ezt összességében kell látni. Én nagyon szépen köszönöm Metál Zoltánnak, az Országos Taxis Szövetség elnökének, hogy beszámolt a legfrissebb helyzetről a fővárosban, és elmondta nekünk ezeket az álláspontokat, ami teljes mértékig szerintem képviseli a taxisok hozzáállását is. Köszönöm szépen, és hát türelmet kívánunk, mert más talán most egy egyelőre nem tudunk önöknek kívánni az utakon. Köszönöm, minden jót. Köszönöm én is az érdeklődésüket, minden jót kívánok, viszontlátásra. És Zsabka Zsolt, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke, továbbra is a stúdió vendége. Egy egyeztetésről számolt be Metál úr. Valóban van egy ilyen a jövőben, ennek a reménye, mert ugye sokszor beszélgettünk már a pesti rakpart lezárása kapcsán is arról, hogy gyakorlatilag olyan tervek születnek, olyan elképzelések látnak napvilágot, amiből szinte csak a sajtóból értesültök ti is. Igen, és most
sóhajtottam is egy nagyot, mert örülnék annak, ha végre úgy tudnék idejönni, hogy valamiért közösen beszélünk, és nem pedig valami ellen, ugye, ahogy a régi klasszikus mondás tartja, de ahhoz, hogy mi valamiért együtt dolgozunk, ahhoz az együtt most még hiányzik. Nagyon bízunk benne, hogy az elkövetkező két hétben létre fog jönni egy olyan egyeztetés, amiről Metál úr is beszélt, ahol mi azokat az érveket tudjuk felsorolni, ami már nem csak a szakértőink érvei és a vállalkozóktól bejött érvek, hanem az ominózus kérdéskörből is, az online kérdőívünkből kiderült. Mert ott azért a vállalkozók elég egyértelműen elmondták, több mint 65% nyilatkozott arról, és itt több mint 10 000 kattintásról beszélünk, akik kitöltötték ezt a kérdőívet, hogy ők mit is szeretnének. És itt most egy példa jutott épp eszembe, ahogy a Zoltán mondta, hogy mi a helyzet a taxis szakmában, mert azért ő 5000 vállalkozót képvisel, emögött nyilvánvalóan, ha nem is 5000, de több ezer családról beszélünk. És kicsit olyan, mintha egy felszolgálónak a lábára kötnének egy 10-20 kilós súlyt, és minden nap azzal kellene kimenni. Nyilván lelassul. Az ő munkájuk is ezáltal lelassul, kevesebb fuvar tudnak teljesíteni, sőt, egy idő után ez automatikus, hogy a megrendelők, az utasoknak elvész a bizalma a taxik iránt, és pedig azt tudjuk, hogy a taxizás azért a tömegközlekedés része. De amikor valakinek nem a taxis hibájából, hanem esetleg a közlekedési helyzet hibájából 15-20-30-40 percet kell várnia, akkor arra nyilván azt fogja mondani, hogy nekem erre nincs időm, még hogyha előre megrendeli, akkor sem biztos, hogy időbe oda tud érni. És ez ma már nem a taxiknak a hibája, hanem látszik az, hogy egyszerűen nem tud ő se haladni, mert vannak olyan helyek, ahol nincsenek külön buszsávok, amit ő tudna használni, ő is ugyanúgy benne áll a dugóba. Természetesen mi sem azt mondjuk, ahogy a Zoltán is elmondta, hogy most mi az ellen vagyunk, hogy legyen biciklis, meg gyalogos út, hanem egyszerűen az a fajta kommunikáció, amit most mi még hiányulunk, bízunk benne, hogy később meg lesz, az kell ahhoz, hogy ezt a fajta városképet, ami egy adottság, és azért, ha körbenézünk a Európa nagyvárosaiban, mindenhol van dugó. De azt látjuk, hogy ott nincsenek benne ezek a nehezítő körülmények. És nem hergelik a lakosságot, a vállalkozókat különböző hirtelen bedobott megoldási javaslatokkal, egyelőre így hívnám, hanem előtte egyeztetések történnek. Mert amikor egy ekkora mértékű változás történik, ha csak az alsó rakpartnak azt a déli szakaszát nézzük, akkor nyilván nagyon nagy az ijegység, és mi van akkor, főleg egy mostani helyzetben, amikor azt mondják bizonyos vállalkozók, erről is beszéltünk, már, hogy rendben, köszönöm szépen, én akkor Budapestre be sem megyek, nem is vállalok ott el munkát, se szolgáltatást, akár csak láttunk ugye beírást a legutóbbi beszélgetésünknél, hogy van olyan építőipari vállalkozó, aki megmondja, hogy én nem megyek a belvárosba, nem tudok időbe beérni, ha anyagért kell elmenni, elmegy a fél nap, köszönöm szépen, nem vállalom. Igen ám, de az ott élőknek is szükségük van arra, hogy kiszolgálják őket. És ugye beszélt arról éppen Zoltán, hogy most fog véget érni ugye az iskolai szezon. Igen ám, csak azzal nagyon sokan nem kalkulálnak, hogy végre több szezon kimaradása után a pandémia lecsengésével megjelennének a turisták. Zárójelben teszem hozzá, pont mai napon egy turisztikai kerekasztalt is tart a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, éppen azért, hogy a Budapest turizmust élénkítsük. Ez a vállalkozók érdeke, ez Budapest érdeke, ez mindenkinek az érdeke, hogy a Európa, ha talán nem a világ egyik legszebb fővárosát be tudjuk mutatni. És hosszú idő után visszatérnének a turisták, azt fogják tapasztalni, hogy nem lehet haladni, látni fogják a dugót, és amikor beállott a Bajcsy-Zsilinszky út, és mondjuk ott valaki végig sétál, semmi más nem fog érezni, csak azt a furcsa levegőt, hívjuk így, amit neki be kell szívnia. Lehet, hogy a rakparton tud sétálni, de nem csak azért jönnek Budapestre a turisták, hogy a rakparton végig sétáljanak, hanem igenis bemenjenek és a történelmi városrészeket megnézzék. Nem csak föl a Halászbástyához, hanem igen bent, akár a Bajcsy-Zsilinszky utat, ha ott valaki végig sétál, és nem csak a mindennapjait éli ott, akkor láthatja, hogy milyen gyönyörű épületek vannak. Ehhez viszont azt kell, hogy egy élhető környezetben legyen, és ne azt lássa, hogy minden pillanatban dudálás, ha baleset van, akkor végigáll a kocsisor. Tehát ez a város, ahogy Zoltán is mondta, mindenkié. Nem csak a vállalkozóké, nem csak a lakosságé, a turistáké is. Nekünk biztosítanunk kell azt, hogy azon vállalkozások, akik a turizmusból élnek, ők tudjanak is belőle élni. Ehhez hozzátartozik az, hogy közlekedés képes legyen
a város, úgyhogy nem vagyok turisztikai szakember, nem is akarok ebben különböző ötleteket, javaslatokat adni, mi csak azt látjuk jelenleg, hogy ahhoz, hogy a turizmus elinduljon, nem megengedhető az, hogy egy olyan busz, ami beérkezik akár a belvárosba, órákat álljon a dugóba, mert ezt nem tehetjük meg. Igen, ugye erről is beszélgettünk a múltkor, hogy egyrészt a tekintetben is a turistabuszok egy nehezebb helyzetbe kerülnek, hogy számukra is áll az a forgalom, és ők se jutnak A-ból B-be könnyen, tehát ilyen szempontból a turista ott ül a buszon, vajon az milyen üzenetet visz el Budapestről más országokba és más helyekre, illetve ugye beszéltünk arról is, hogy azért a hajós közlekedés szempontjából a rakpart lezárása e tekintetben is problémákat hoz magával, hogy mi lesz azokkal a turistákkal, akik hajóval érkeznek Budapestre, ott megállva nem tudnak mivel tovább közlekedni. Tehát, hogy rengeteg kérdést felvet, és talán ezért is fontos az, hogy összességében lássuk ezeket a dolgokat. Mik azok a területek még, ahonnan esetleg érkeztek különböző beszámolók ezekkel az anomáliákkal kapcsolatosan? Tehát, hogy lássák hallgatóink, vagy hallják hallgatóink is azt, hogy melyek azok a gazdaság mozgatórúgói, amelyek sérülnek egy ilyen forgalmi anomáliában, ilyen forgalmi helyzetben, mint ami Budapesten kialakulóban van? Már nem nagyon tudunk olyan gazdasági szereplőről beszámolni, akár a belvárosban, akár a külsőbb kerületekben, akitnek az életét ez nem befolyásolná. Menjünk vissza, nézzük meg azt, hogy mondjuk egy belvárosi fodrászt, hogy befolyásol. Lehet, hogy az ügyfélköre nem a belvárosból származik csak, hanem eddig mondjuk akár, ha Pesten van, akkor átjönnek Budáról, innen-onnan. Ezek után nem fognak átjönni egy fél órás, mondjuk a férfiak beszélünk fél órás hajvágásért. Ha a hölgyekről beszélünk, lehet, hogy egy órát is eltöltene ott, de azt fogja mondani, hogy nem fogok azzal két órát tölteni, hogy oda menjek, visszajöjjek. És ez mind-mind egyén, az egyén vállalkozó, és mind család fenntartó akár, lehet látni, hogy hogyan változik az ő gazdasági környezete. És direkt azért mondjuk a fodrászatot említettem, mert ahhoz az ember általában ragaszkodik. Ezeket a szokásait kell föladnia, hogyha nem szeretne órákat ott ülni. Ez csak egy, de ugyanígy magától értetődik az vendéglátóhelyek. Ha mondjuk valaki eddig a belvárosba járt, mert szerette az ottani éttermet, és mondjuk kicsit messzebbről, azt fogja mondani, hogy nekem nem éri már megbemenni, mert annyi időmet elveszi, valahova máshova fog elmenni. Nyilván annak az adott étteremnek, akarva járni fog, az jó, de a belvárosból akár el is tűhetnek azok az eddigi törzsvendégek. Tehát ezeket figyelembe kell venni. Akkor beszéltünk a turizmusról, ez nagyon nem tesz neki jót, hogy rögtön, amint megérkezik egy turista, azt fogja látni, hogy egy helyben állnak, és mint mondtuk, ahol nincs buszsáv, a taxi is bent áll a dugóba. Na most kérdezzük meg azt a turistát, aki x óra repülés után leszáll Ferihegyen, és akármennyire is igyekszik a taxis behozni őt időben, bent áll a dugóba másfél-kettő-három órát. Ezt nem engedhetjük. Vannak más nagyvárosok is, megnézhetjük mondjuk, aki Párizsba megy, ott is van dugó, de ott valahogy meg tudják úgy jelenleg oldani, még ha felújítások is vannak, hogy ott azért gördülékenyen menjen, és nem azt látni, hogy minden egyes pontnál valamilyen akadályozó tényező van. Még egyszer mondom, nem vagyok szakember, normál közlekedő vagyok a fővárosba, de abban biztos vagyok, hogy ha beterelnek mindent a Bajcsy-Zsilinszky útra, én a környékére nem fogok jönni, mert akkor egy parkolóba fogom magam érezni. Telefonon köszöntöm Kovács Kázmér ügyvédet, a Magyar Autóklub jogi munkacsoportjának vezetőjét. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Kezdjük csókolom, üdvözlöm a hallgatókat is. Kovács úr, beszélgettünk már arról az óra elején, hogy remények vannak talán annak tekintetében, hogy lesz majd egy egyeztetés a fővárosi vezetőséggel, és talán egy közös koncepció kialakulhat. Ön mit tud erről? Azt tudom elmondani, hogy a remény hal meg utoljára, de az eddigi egyeztetések, mert voltak, végül is azok igazából nem hozták meg a kívánatos eredményt. Tehát itt most az a kérdés, hogy az egyeztetések azok csak ilyen kipipálási célt szolgálnak, hogy na akkor ez is megvolt, vagy pedig érdemiek. Ugye itt a pesti alsó rakpart egy részének a lezárásával kapcsolatos dolgot emelném ki talán, amit mi is a sajtóból tudtunk meg, hogy egy ilyen terv van 2023-ra, hogy ez egy végleges lezárás fog legalábbis egy szakaszon jelenteni. Hát nem nagyon tudom az egyeztetéseket akkor konstruktívnak nevezni, hogyha ilyesmire
ilyen lényeges kérdésekre nem vonatkoznak. Ugyanakkor például éppen a holnapi nap folyamán a 11. kerületi polgármesteri hivatalban lesz egy egyeztetés, igaz, nem fővárosi, hanem kerületi szinten, szóval mi készek vagyunk érdemi és konstruktív együttműködésre, hogyha erre a másik fél is kész és partner ebben. Tehát itt például megint a Pesti alsó rakpart tekintetében azok a gondolatok, amelyek a főváros részéről megfogalmazódnak, azok eleve nem hibásak. Mi is egyetértünk vele, hogy a Pesti alsó rakparton nagyon jó lenne, hogyha közvetlen elérhetővé válna a gyalogosok számára a rakpart. De ha a feltételeket ehhez előzetesen nem teremtik meg, akkor ez gyakorlatilag a főváros egyik ütőerének az elzárását jelenti. Feltételek megteremtésén pedig azt értem, hogy hasonlóan a más városokhoz, külföldhöz, legalább akkor azon a nem túl hosszú szakaszon a föld alá kell vezetni a gépjármű forgalmat, és akkor a gyalogosok közvetlenül elérhető, számára, hogy közvetlenül elérhető válik a rakpart, ami persze egy kívánatos cél és nagyszerű dolog lenne. Ez ugye az egyik része gyakorlatilag a problémáknak, de következik ugye ez a nyári időszak, amikor is már tudjuk azt, hogy lesznek útfelújítások, lesznek lezárások, lesznek különböző közlekedési vonalaknak, akár ugye a metró felújításnak a tekintetében ugye járat kiesések, amit ugye a felszínen való közlekedéssel próbálnak majd pótolni. Mik azok a javaslatok, vagy mik azok a lehetőségek, amiket az autóklub közvetíteni tudna egy ilyen tárgyalás tekintetében, ami segíthet mondjuk ezeknek a problémáknak a csökkentésében, mert ugye nyilván erről beszélgettünk, hogy felújítások voltak, lesznek mindig is, volt ez a probléma, viszont nem mindegy, hogy ennek az összehangoltsága ez mennyire kidolgozott. Erről van szó. Hát ön kimondta a kulcs szót. Tehát itt nem egyrészt az összehangoltság, másrészt a kellően individualizált megoldásoknak a keresése. Tehát, hogyha most erről beszélünk, akkor mondjuk a kerékpársávok tekintetében én még azt is el tudom fogadni, hogy mondjuk ilyen hónapokban, mint a mostani, akkor akár valóban, főleg, hogyha alternatív megoldások is lesznek, akkor a nagykörúton a kerékpársáv az működjön. De az, hogy minden további nélkül az év 12 hónapjában, olyankor is, amikor 100 gépkocsira jó esetben jut egy kerékpáros közlekedő, akkor is fenntartják a korlátozásokat, és gyakorlatilag ezzel megölik azt a lehetőséget, amitől nem tudnak egyesek eltekinteni, hogy gépkocsival közlekedjenek, mert vannak öregek, vannak betegek, vannak, akik a munkaeszközöket viszik magukkal, van zúgó eső, van fagy, van csúszósút. Tehát vannak olyan esetek, amikor igenis fenn kéne tartani annak a lehetőségét, hogy a körülményekhez igazodva biztosítsa, vagy éppen tiltsa a szabályozás a gépjármű közlekedést, vagy a kerékpár közlekedést meghatározott útvonalakon. Ugye itt párhuzamosan történt a közelmúltban például három dolog. A egyes belső kerületekben kifejezetten lezárták az átmenő forgalom lehetőségét a Király utcában, a Dob utcában, pontosan azért, hogy a gépkocsi forgalmat el lehetetlenítsék. Közben a Nagykörúton lezárták az egyik sávot, közben beszéd van arról, hogy az alsó rakpartot is gyakorlatilag el lehetetlenítik, hiszen az egyik szakaszát lezárják, akkor az észak-déli forgalom
lehetetlenül. Szóval ezen a rövid időn belül, ami egy év, másfél év, ez a hármas intézkedés, ugyanakkor a parkolóhelyek elvétele, például a kerékpáros felállóhelyek, vagy a rolleres felállóhelyek lehetővé tétele érdekében olyan helyen, ahol például ezeket minden további nélkül az éles járdán is meg lehetett volna valósítani, és helyette az egyébként is szűkös gépjármű parkolási kapacitást még tovább szűkíteni. De ezek nem átgondolt intézkedések, és ez az, amit kifogásolunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakozott a beszélgetésünkhöz Kovács Kázmér ügyvéd, a Magyar Autóklub jogi munkacsoportjának vezetője volt itt. Köszönjük szépen, ügyvéd úr! Kérem szépen, köszönöm én is, viszont hallásra! Zsapka Zsolthoz fordulok, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnökéhez. Mi az, amit egyébként a BKIK ehhez kiegészítésként akár hozzá tud tenni egy ilyen egyeztetés kapcsán, vagy mik azok a rendelkezések, mik azok az ötletek, amiket akár javasolni tudnátok? Hát rengeteg ötlet van, és ez nem csak tőlünk jön. Ha csak azt nézzük meg, hogy amikor főpolgármester választás volt, milyen kampányígéretet mondott a főpolgármester, abban nem az szerepelt, hogy le fogja zárni az alsó rakpartot, hanem arra alternatív megoldás volt ott. Elolvastam én is a szövegét, mivel múltkor sajtóban ez hangzott el, hogy ez volt a kampányígéret. A kampányígéret az volt, hogy akár pontonokon, de nem az alsó rakpart forgalmát, vagy nem a város forgalmát akadályozva fogják létrehozni különböző biciklis és kerék vagy gyalogos sávokat. Mi is egyetértünk azzal, amit az előbb hallhattunk, hogy igenis nyári időszakban szükség van arra, hogy a rakpartot használhassák a gyalogosok, biciklisták, ami működött is, mert vannak olyan hétvégi szakaszos lezárások, amit meg lehet tenni. De azt azért nem tartjuk jónak, hogy rögtön különböző egyeztetések nélkül egy szűk körnek a véleményét meghallgatva végleges döntést hozunk, és aztán az összes többi, aki a várost használhatja, ő pedig oldja meg valahogy. Nyilván, ha ez bekövetkezik, akkor itt a káosz az fel fogja ütni a fejét, és az látszik, hogy nagyon sokan azt fogják mondani, hogy köszönöm, nem, lehet, hogy ez a cél, és bízom abban, hogy nem az a cél, amit most viccesen a szünetben elhangzott zenében, hogy az orrod alá dörgölök kis pofa. Nagyon bízunk benne, hogy nem ez a fő cél. Azt is megértjük, hogy rengeteg autó van Budapesten, nehéz megszervezni a közlekedését, de hát ezért kéri a kamara is, az autóklub is, és különböző szervezetek, hogy üljünk le, és akkor egyeztessük az álláspontot. Ezt mondtam az elején, hogy nem ellene kellene most mindennek menni, hanem valamiért, és annak egyetlen egy lehetősége van, ha egy tárgyalóasztalhoz ülünk, és azokat az érveket, amit a különböző szakmai csoportok le tudnak tenni az asztalra, alátámasztva, azt igenis vegyék figyelembe. Hát itt a metrófelújításnál, ugye ott az Üllői útnál ki fogják alakítani a buszsávot, ebben elvételre kerül egy sáv, nem tudni még, hogy milyen dugó fogott is kialakulni, de hát ez vissza fog dugulni egészen a belvárostól, akár oda az Ecseri útig, hogyha valaki jár arra, azt meg fogja tapasztalni, hogy annak ellenére, hogy ugye nyári szezon lesz, tehát nem lesz iskola, annak ellenére ugyanúgy dugóba fogunk ülni. Ez nem hiszem, hogy jót tesz bárkinek is, mert a környezet terhelése ezáltal nőni fog. Nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogyha egy helybe állnak az autók, és pöfögik ki a nyári nagy melegbe a káros anyagot, akkor az mit fog okozni a városba? Nem gondolom, hogy ez lenne a fő cél. Ezt jobban át kellene gondolni. Azt is tudjuk, hogy felújításokra szükség van. Régebben is volt felújítás, de nem lehetett látni ezt a fajta dugót, ami most van, és úgy, hogy a turizmus még csak most fog indulni. És nem beszélve arról egyébként, ami ennek az egész hirtelen fellángolásos lépéseknek és üzeneteknek gyakorlatilag a következménye, hogy bizonyos csoportokat úgymond egymás ellen hangolva egy olyan konfliktus helyzet is kialakulhat az utakon, ami nem feltétlenül jó Budapest közlekedése szempontjából. Gondolok itt arra, hogy akár a környezetvédelem, akár ugye a bicikli és a gyalogos forgalom, akár az autósok közötti konfliktus
kiélezése, hiszen ahogy ezt többször is mondtuk, ugye Budapest a főváros mindenki, ugyanúgy a közlekedőké, autóval közlekedőké, ugyanúgy a gyalogosoké és ugyanúgy a bicikliseké, tehát ebből a szempontból tényleg nagyon fontos, hogy ezek az érdekek egy asztal köré gyűlve elmondják a tapasztalataikat és azokat a lehetőségeket, megoldási javaslatokat, amikről most is beszélgettünk itt a Spice-ban. Én nagyon szépen köszönöm Zsapka Zsoltnak, hogy befáradt hozzám a stúdióba, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnökeként segített ebben a témában minket. Köszönöm szépen, viszontlátásra!